A felkészülés ezen szakaszában sorra játsszák az edzőmeccseket a kézilabda csapatok, nincs ezzel másként a nyíregyházi KC sem. Bécsi János együttese a Kisvárda elleni győzelemmel nyitotta a sort, majd Budapesten a Pler ellen egy győzelem és egy vereség volt a mérleg, a Mezőkövesdel pedig döntetlent játszott az NKC. Legutóbb Almazújvárosban az 5. Kőni kupán a hazaiaktól 25-21-re, az algériai válogatottól pedig 30-27-re kaptak ki a bécsi tanítványok. Mi az első mérkőzést a Balmazújvárossal játszottuk, ők a tavalyi évben az NB1-be szerepeltek, kiestek, viszont most a céljuk az, hogy vissza is jussanak, tehát egy jó játékosokból álló csapattal találkoztunk, kikaptunk tőlük 4 góllal, de nem volt bennem hiányi ezért, illetve annyi volt, hogy egy picivel több technikai hibát vétettünk, mint amennyi megengedett lett volna. Majd a második mérkőzést az algériai válogatottal játszottunk, ott 40-45 percig vezettünk, és a végjátékban ott már többet cseréltem, és a kevesebbet játszó játékosok kaptak lehetőséget, és ott azért megfordította az algériai válogatott a mérkőzést, és megnyerték. Összességében én úgy gondolom, hogy nekünk a felkészülést nagyon jól szolgált ez a torna, hiszen egyrészt egy olyan csapattal találkoztunk, akivel a bajnokság folyamán is fogunk, illetve az algír csapattal, aki teljesen más játékstílus játszik, mint az európai csapatok. Úgyhogy mind a kettő megfelelt. Az edző szerint időarányosan jól állnak a felkészülést illetően, de a bajnoki rajtig még akad csiszolnivaló a csapat játékán. A csapat azon a szinten van és áll, ahol én szeretném. Fizikálisan úgy gondolom, hogy megfelelőek vagyunk, bírunk futni, bírjuk a tempót 60 percen keresztül. A játékban vannak hiányosságok, ez adódik abból is, hogy rengeteg az új játékos, és még keresik egymásnak a lehetőségeit, a passzokat, hogy ki hova, és a mozdulatokat, hogy merre irányítsák. Úgy gondolom, hogy ez lassan már kezd körvonalazódni, hogy kinek hol és milyen szerepet tudok szánni. Bízok abba, hogy a hátralévő pár edző mérkőzésen már ezt pontosítani tudjuk, hogy mire a bajnokság kezdődik, addigra már azt mondom, hogy helye közel mindenki a megfelelő szinten legyen. A nyíregyházi KC szombaton Százhalombattán vesz részt egy tornán a házigazda, a Tata és a Lajos Mizse társaságában, jövő kedden pedig az algériai válogatottal játszik Bécsi János együttese. A bajnoki rajton szeptember 16-án az Ózdot fogadja az NKC.